Sziasztok, Danuka vagyok, és következzék akkor a GGC TV-n a Minecraft 5. epizódja, amelyben a mai napon kalandozni fogunk, szóval elő is készítem magamat a kalandokra. Steelsword az is jó lehet még. Nagyon-nagyon ilyen nagyon fontos dolgokat, azokat bepakolom ide a ládikóba. Mondjuk ezt is azért beraknám. Hát inkább azt mondanám, hogy mindent berakok. Két kivétellel, csákányok és... Jaj... Hapszi jött volna ki belőle majdnem. De csak majdnem. És akkor most keressünk egy ilyen bányát, ami nincs is a messzi távolban, de nincs is olyan közel. Picit ilyen István a királyos, hogy oly távol vagy tőlem, de mégis közel. Mondjuk kajával nem volt, kaja nélkül nem volt jó ötlet eljönni. Most így eszembe jutva. És mint láthatjátok, ez a világ hát korán sem büszkélkedik számunkra látványelemekkel. Ez a Wasteland. És pehjünk-e, sajnos ez egy elég nagy világ, illetve elég nagy bájom, amit így most végig kell császkálnunk. Közben ott látok egy elég fontos elemet. Akkor azért kikanyarodunk. Na és akkor addig elmondom nektek, hogy mivel teszem látványosabbá ezt a mi kis kalandozásunkat. Amikor beérkezünk a barlangba, akkor a módunkat beállítom extrém nehézé, tehát hardá. És akkor így jóval több mob keresztezi ugyanaz utunkat, viszont így sokkal élvezetesebb lesz remélhetőleg számotokra. Na, ez egy jó kis kezdőhely a barlangunk számára, ha már nem találtunk bemélyedést. Akkor készítsünk mi egyet, inkább azt mondom. Lehet, hogy először inkább arra menjünk rá, hogy működjön a barlang, illetve működjön a lépcső. Ezt úgy szokták csinálni itt a Minecraftban, hogy három irányba vágunk, egyet fölé, egyet alá és a kettő közé. Hopp, ott találtunk is rögtön egy ércecskét. Ezt már ki is bányásszuk. És azt is kibányásszuk. És azt is kibányásszuk. Jó van. Úgy látszik, hogy ez a mi kis itteni világunk az nem hagy minket cserben ezzel a típusú érccel. Viszont annak örülnék, hogyha egy közeli kis barlangot találhatnánk. Mindjárt besötétedünk. Itt besötétedik a teljes térképére, és most már akkor láthatjuk a dolgokat. Rakunk először is egy két szendet. És akkor nézzük csak. Ott van egy jókora nagy... Aha. Jó, hát... mehetünk abba az irányba is. Azt kikutatni. Előkeresni. De mehetünk tovább még jobb barlangokat keresni. Közben megtaláltunk egy újabb... És van egy vasunk. Jaj, de jó. Ja igen, elkezdtük a barlangot, be kell állítani a szintünket extrém nehézé. Ugye azt ígértük nektek, úgyhogy akkor options, difficulty, hard. Drukoljatok, mert így én sem játszottam még ezzel a nehéz szinten. Főleg úgy, hogy nincsen kaján, basszus, ezt nagyon elfelejtettem el ezt. És hard szintnél nincs az, hogy félszív. Nél megállunk, úgyhogy akkor waypointsnak gyorsan beírom azt, hogy bánya.
És akkor gyorsan haza kell teleportálnunk, mert így ez nem megoldás, hogy nincsen kaja, és ezt totálisan elfelejtettem. Lehet, hogy meghalunk. Igen. Hát, igen, ezt totálisan elfelejtettem, hogy ez itt ez nem működik. Illetve a hard módban ez így működik. Jó, ezt a rabbifet, ezt gyorsan kisütjük. Igen, csak nem hoztunk sütőanyagot. Azt mondja, hát lett volna almánk, de most már késő. Ugye most már. Jó, ezt gyorsan megvárjuk, amíg megsütjük, addig pedig először is ezt a létezdít pontot, ezt töröljük, mert én ezt utálom, hogy látom folyamatosan. És akkor bepakoljuk az eddig összegyűjtött érceket. Lehet, hogy ezeket is külön helyre kéne inkább gyűjtegetni. És ezeket is külön helyre, abban a másik ládába rakjuk be, a brént azt nem oda rakjuk. Aztán van még ez a tintász, meg a flint. És köbben ennyi. Rubber az most nem. És akkor mindet be az értékes ládikóba. Még majd természetesen szét lesznek szelektálva a dolgok. Bauxit is ide. És én egyelőre azt mondom, hogy a sugárkánt azt mondjuk most már most itt ezt elültetem őket. Na, valahogy így. Na, mennyi van még, ez az utolsó? Ugye elkészül, és akkor irány a bánya. Második hadművelet. Na, becsukódik az ajtó, úgyhogy akkor irány a bánya. Na, így is. Na, így már sokkal jobb a dolog. Na, tehát akkor ott tartottunk, hogy itt elkezdtünk bányázgatni, viszont itt ugye találtunk valami ércet. Ezt a bányát, ezt innen kitöröljük. Delete. Majd fönt ki szedjük. Ezzel szoktam inkább építkezni. Így. És a 30-as szintig minimum leszoktam menni. Látom, ez a swampland, ez nem kényeztet bennünket barlangokkal. Viszont ércekkel annál inkább teszik hozzá, hogy amúgy is. Na és akkor beavatjuk a zafírosunkat, és mint látható nagyon is jól működik. Ezt jól betaláltuk. Konkrétan semmilyen barlang nincsen itt a környéken. Na, így akartam. Ajaj. Lapátunk nincs persze. Lehet, hogy ezt a szorost tényleg meg kéne találnunk. Hoppá! Az viszont egy értékes dolog, amit ott észrevettünk. Na, gyorsan kibányásszuk itt, amit tudunk.
meg van a kis városkánknak az útra való. És akkor, ha jó, a jók a sejtéseim, akkor ez bizony uránium, így is van. Na és akkor most legyünk egy kicsit okosak és nem hülyék. Valahogy így. És használjuk ki a Minecraftnak a egy-két mondjuk ezt is kibányászhatjuk most majd, illetve majd. Most nem jegyeztem fel, hogy mikor kezdtem el az epizódunkat, de szerintem egy 10 perce. Egy kristály. Ott lesz egy láva a közelünkben. Még csak 26-os szintnél vagyunk, de megint beletrafáltunk egy ezzel mi... Ja, egy ilyet csináltunk. Bravo, Dani. Hallom a lávát. Ó, gyönyörű. Csak ezzel még nem foglalkoztunk, azzal a móddal. Olyan, mintha ez egy jókora nagy szakadék lenne. Ahol van az a láva, itt szembe velünk. Olyasmi lenne. Vagy pedig egy ekkora mélységű láva. Hát olyat még nem láttam. Esetre egy jó nagy szénbányát viszont most találtunk. Nem vagyok benne biztos, hogy túl sok mindent láttok. Még ez itt az egy, ami szén. Gyorsan megnézik a fáklyával, hogy van-e valami, de nincs. Úgyhogy akkor ez a része így akkor megvan, viszont azért hagyjuk ott a fákját, mert ugye el ne felejtsük, hárdon vagyunk. Szóval könnyen meg lehet, hogy ránk fog találni egy-két mobocska, amivel nem biztos, hogy első pillanatra könnyen tudunk harcolni. És ne feledjük el, hogy hard módban itt már Endermanus is könnyedén ránk támad. Könnyebben spannolódik. Na, elfogyott a... Hopp, egy olyan érc, amivel viszont csak és kizárólag ezt tudjuk kibányászni, ezzel tudjuk kibányászni, tehát a vasabbnál értékesebb cokmókkal. Silver és társai. Na, akkor menjünk el abba a láva irányába? Úgy veszem észre, hogy az nincs olyan messze hozzánk. Picikét arra kanyarodunk, és már meg is van a... És hát remélve, hogy nem az alját találtuk meg. Az igazság szerint most egy kicsit attól félek, hogy meg az alját találjuk meg. Ajaj, bizony, 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 az alját találtuk meg. Na, kérek egy fákját, mert most már ti nem láttok.
Ezzel is én ezt a cinnabárt megkockáztatom és kiveszem. Kis történt. Ezeket gyorsan kiszedjük, most már ugye lávának a szélén vagyunk, tehát nem közvetlenül a láva mellett. Oké, következő rész erre itt föl. Megnézzük, hogy most már jó helyen vagyunk-e. Még egyet megyünk. Hoppá, most már olyan magasan vagyunk, hogy konkrétan nem látható a láva, de most már látható a láva. Hú, ez egy jókora nagy láva forrás. Ülelá! Na, ez lesz az energiaforrásunk egy hosszú időn át. Na, úgyhogy akkor egy lávaforrást találtunk, ezt be is waypointoljuk szerintem. De nem így, hogy lava, hanem láva, 01. Oké. Hát igen, ez egy jókora nagy lávaforrás, és majd jön is egy pumpa, és kiszedi belőle a jó kis energiát, amit elszállítunk magunknak. Na, menjünk tovább, keressünk értékesebbnél értékesebb érceket. Ugye azt szoktam csinálni, hogy hát mondjuk az itt a pehjünk, hogy konkrétan nem vagyunk egy olyan barlangban, ami illetve nincsen előttünk barlang, azért raktam be a nehéz szintet, illetve az extrém nehezet, hogyha barlang van, akkor minél gyorsabban találkozzunk mobokkal. Hullala! Ez megint azt jelenti, hogy közelben van láva. Na, majd mindegyikről beszélünk, hogy mit szereztem, de most annyira, hát most látható, inkább szedegettem a dolgokat. Hopp, egy vas, kötelező. Csak közben azt is kitalálom, hogy hogyan legyen az út megcsinálva. Jó. Oké. Na, innen viszont már menjünk vissza, mert 8-nál már nem szoktam találni érceket, annál inkább láva tavakat. Na, akkor nézzünk megint egy térképet, és akkor nézzünk körbe. Hát pont a totálisan másik irányba van ott egy jókora nagy barlang. Akkor szerintem azt célozzuk meg magunknak, és akkor menjünk el abba az irányba. De azért még el kell jutnunk. Újabb vas. Jól van, a mód az kényeztet bennünket vassal, illetve nem a mód, hanem a térképünk. Újabb silver és led. És hogyha minden igaz, akkor itt most nem kell bajlódnunk a lávával. De azért följebb ássuk magunkat. Ennyire nem kéne. Megint lefelé kell ásnunk, mert megint elveszítettük a lelőhelyünket. Ajaj! Pont a micsodát néztem. Pont a térképet néztem. Azt a mindenit neki. És van egy rossz hírem. Konkrétan nem mentettük el.
Úgyhogy most extrém nehéz módban kell visszajutnunk a lávához. Hülye vagyok. Láva 01 be van jelölve. Onnan már nincs olyan messze a dolog. Kicsit lejjebb mászunk. Itt bekanyarodunk. És meg is vagyunk, de előtte gyorsan ezt kiszedjük. Még egy érték. Bár nem tudjuk mire, de érték. Redstone nagyon kell. Szén, az is jó, hogyha van. Viszont megint ez azt jelenti, hogy ha redstone van, akkor nagyon közel vagyunk lávához. Időpontot néztem. Azért, mert császkált el egy picit a túlsó irányba a csáki. Na, újabb silver és led kombó. Hopp, egy gyémánt! Azaz, azaz, azaz. Beindul. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Da-da-da-da-dam! Hatos gyémánt. És még nincs vége a nagy bányászatnak. Igazából, hogyha még négyet találunk, akkor a Quarry hadművelet az véget ért. Illetve a Quarry hadműveletünket akkor sikerrel fejezzük be. Ó, és még egy Ferrus. Ami nem egy túlságosan gyakori elem, viszont ez is azt jelenti, hogy közelben láva. Na, akkor merre vagyunk? Erre vagyunk. De a másik irányba. Oké. És akkor újabb silver led. Csipi csapat. Össze is szedve. És akkor gyorsan ezeket szedjük össze. Remélve, hogy nem talál ránk a láva. Attól tartok egyébként, hogy ez felettünk van ez a láva. Kéne próbálni egy kicsit környékébe építkeznünk. Lehet, hogy ez úgy lesz, hogy konkrétan csak a... az elképzelésünk irányába tudunk haladni, mert vannak olyan láva folyamok is, amelyeket konkrétan csak ott vannak, tehát nincsen szabadék felettük, inkább így mondanám. Szóval azokat meg nem könnyű megtalálni. Egy Ferrus. Viszont már elfogyott a helyünk a... van egy torcsnak. Na, együnk egy kis almát, meg is ettük, finom volt. Még egy Ferrus, nagyon jó. Most már meg kéne találnunk azt a láva folyamot. Ott is van. Na nézzük, csak beigazolódott-e a rejtély. Ajaj, ez most hogy van? Nem így! Idióta! Uram atyám, ez mekkora nagy hiba volt. Te jó ég! Mellé nyomtam a billentyűzeten. Dögöljek meg. Hát ennyit erről. Mellé nyomtam a billentyűzeten, gyerekek. Senki nem hiszi el, de komolyan, mellé. Szép volt, Dani. Most komolyan, ez nagyon szép volt, Dani. Na és akkor keressük meg ezt a lelemény helyet.
Ez már biztos, hogy van itt nekünk vas, és akkor most nyomom a shift gombot. És attól tartok, hogy nem leszünk. Hát ott van kő, amire rá tudnánk ugorni, de hát ez nagyon kockázatos. Úgy kell kialakítani, hogy ne vágjuk bele semmibe se a fejünket. Már pedig itt nem lesz semmi. Na ez már így tökéletes. Ez már így egy kicsit Dani biztosabb hely. Két felroszt fel is szedtük. Na és most nézzünk egy kicsit körbe. Hát igen, ez pont úgy van, ahogy én gondoltam, hogy konkrétan ez egy olyan láva folyam, amelynek hát ez konkrétan egy láva folyam. Ez nem is szépítem tovább. Konkrétan nincs levegő. És akkor ezt szértében szétvágjuk. Úgy látom, itt van most már csak ez az egyedüli. Hopp, egy kis redstone, de hát ezt onnan nem könnyű kiszednünk. Van-e redstone-nak helyünk először is? Hát párnak van. Ennek a háromnak szerintem mindenképpen. Vagy akár többnek is. Hát azt már nem fogjuk onnan kiszedni. Hát itt ezt is majd egy óriási nagy pumpával ki fogjuk itten majd bányászni. De nagyon behangosult ez a kis láva folyam. Ajaj. Valami... De! Mi volt ez már megint? Na megint valami betaszított engem, valami olyasmi volt, mert ez most nem az én billentyűzetem volt, hanem valami betaszított engem. Nagyon érdekes volt. Na, pakoljuk ki magunkból, mert ez most már egy kicsit nagy kockázat volt. Na, gyerünk már, ne hülyéskedj, Dani. Ki tudsz innen pakolni, de nem azokat a dolgokat, amiket nem szeretnék kitenni. Fú. Hát azért találtunk egy-két értéket. Cinnabar. Aha, nagyon hasonlít egymásra a cinnabar és a bauxit. Úgyhogy amit az előző adások valamelyikében mondtam, az végül is igaz a dolog, hogy két fajta van, illetve igaz is, amit mondtam, meg nem is, hogy két fajta van, mert van ez a bauxit, viszont van ez a cinnabár, amiből micsoda készül, gyöngy. Mindjárt mutatom. Nem. Nem így hívják. Na mindegy, nem keresek rá. Jó, hát az alap dolgok azok megvannak. És hát én azt gondolom, hogy egy igen jó kis kalandozásba keveredtünk bele. Konkrétan nem tudom, hogy most minek volt köszönhető az, hogy én most folyamatosan, illetve hogy én most beleestem ott a lávába. És még egyszer megnézem gyorsan, hogy mi történt ott. Hát, ha... Egy csonti esetleg? Csonti az, aki lövéssel belém tuszkolt. Na várjál, viszont azt elfelejtettem, hogy konkrétan meg kell találnunk a leutat. Így. Na, mi volt itt? Egy csonti? Most megint nyomom a shiftet, és most nem érzem semmit, ami letaszítana engem. Hát ez most egy kicsit ilyen játékszivató volt részemről. Viszont elfogy mindjárt csákim. És maragdot meg ilyesmit nem találtunk, úgyhogy gyémántból kéne készítenem csákányt. Hát vagy vasból, de hát vas ugye az nekünk... Jó, az alapcucc.
Cokmokot azt kiszedtük. Itt azért ez megír itt egy fákját. Meg jókora nagy XP forrás. Ajaj, ezeket próbáljuk meg kiszedni. Nem hiszek a sikerében, hogy meg lesz. De! Kibírta. Na, folyt tovább. Opszika. Jó, ott maradt egy uránium. És azt nem is biztos, hogy könnyen ki tudjuk szedni egyébként. Viszont ez egy egész szép kis... vaslelőhely. Uff. Azért a sarkon... sarkot megtalálni nem volt egy egyszerű. Na, akkor irány haza. És akkor én azt mondom, hogy elmegyek aludni. És folytatás következik a következő epizódban. Azért én azt gondolom, hogy izgalmat azért csináltam nektek, úgyhogy én azt gondolom, hogy folytassuk innen tovább. Remélem, hogy tetszik nektek így a játék. Sziasztok, Danuka voltam.